Nagyné Sinka Erzsébetnek hívnak, a festészettel körülbelül 20 éve kezdtem el foglalkozni, először autodidakta módon. ...1994-ben volt az első kiállításom egy amatőr átriumon, ahol megismerkedtem Fekete Jánossal, és későbbiekben az ő csoportjában jártam egy felnőtt kézművészeti stúdióba, ahol a rajz és a festészet alapjait elsajátítottam. Hát gyerekkorom óta szerettem volna rajzolni, festeni, de csak felnőtt koromban nyílt rá lehetőségem. 1997. márciusában az Orosházi Rádióban hallottam egy felhívást, hogy indult egy felnőtt képzőművészeti stúdió, ahol rajzolni és akvarellel. Egy alapképzést kaptunk művészettörténetről, és a festészet több szakával megismerkedtünk, pasztelasztunk, akvarell, tusrajzott linómetszeteket készítettünk, és ott tanultuk meg az anatómiát, ami a festészetben nagyon fontos, hogy az arányok, az irányokat helyesen tudjuk alkalmazni. Ott szerettem meg a lovak festészetét és az emberi test ábrázolását. Autodidakta módon kezdtem el tanulni. A továbbiakban könyveket vettem, videókat néztem, internetet használtam, és megtanultam akvarellel, olajjal, akrillal, és azóta már akrilsprével is dolgozni. Tájakat, virágokat festek legszívesebben, mert szeretem a természetet. És a természetben ugye ezernyi színe van a tájnak, virágnak, és állandóan változik, úgyhogy mindig van téma. Megtanultam azt, hogy a festészethez kellő alázat kell, hogy megfelelően tudjuk a képet megkomponálni. Először össze kell rakni a festészetet, hogy mit is szeretnénk ábrázolni, hogy melyik színt szeretnénk használni, és ez a kép mindig tükrözi azt az állapotot, amilyen hangulatunk van. Alkotótáborokba 1999 óta járok. Bánkúton voltam legelőször, ott Vágréti Jani bácsi segítette a munkánkat, utána jó pár évig Szabadkígyósra jártam, ott Novák Attila volt a művésztanárunk, és végül Csorváson Hevesi Nagy Anikó szintén segítette a munkákat. Az alkotó táborokban egymástól is nagyon sokat tanultunk, de ezek a művésztanárok, ezek kimondottan segítettek bennünket. Kétszer ugyanazt a képet nem tudjuk megfesteni, mert mindig a lelkünk és a hangulatunkat tükrözi a kép, olyan, mint az írásunk, mindenkinek egyedi, és mindig más és más képet és más színeket tudunk használni. Én nagyon szeretem alkalmazni a kék színt és a természet színeit. Nagyon szeretem a természetet, mert nagyon egyedi. Nagyon nehéz ezt megfesteni, és visszatükröződni azt, amit a szemeinkkel látunk, és nem csak a lelkünkben látjuk, hanem a szemünkkel is érzékeljük ezt. Realista stílusban festek, de a táborok hatására mindig megpróbáltam valami más stílussal, de mivel nem igazából jött be nekem, így mindig visszatértem az én stílusomra.
Realista festőnek tartom magam, néha az eklektika irányában is elkalandozok. Szeretném visszatükrözni azt, amit látok, a természetet, a csendéletben, a lovakat, és nem szeretem a nagyon modern festészetet, inkább a hagyományos. Nagyon sok fele volt kiállításom, környéken a megyében, de volt a Budapesten is, a Budai Várban, Debrecenben, Kalocsán is, itt pedig a megyében, Békéscsabán és a környező településeken. Tagja vagyok az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesületnek. Festőtársaimmal együtt nagyon sok kiállításon veszünk részt. Így láthatták már a képeimet Békéscsabán, Csorváson, Kalocsán, Mindszenten, és legutóbb például a Kultúra napi alkalmából Pusztaföldváron volt kiállításom. A továbbiakban nagyon szeretném mélyíteni a festészet tudásomat, és nagyon szeretném nagy magasabb szinten ezt végezni, és szeretném, hogyha nem csak nekem, hanem másoknak is tetszenének a festményeim. Közeli terveimbe szerepel a márciusi Amadeusz kávéházban lévő kiállításunk Nagyné Sinka Erzsikével. 5 éves évfordulónk lesz, 5 éve már együtt állítunk ki. Következő kiállítást pedig őszre tervezem, egy kerek évfordulóm alkalmából lesz egy nagy kiállításom.